Tiszteletre és szeretettel köszöntöm én is a kedves Péceli Bibliaiskola hallgatóit és a nyitott alkalomnak a vendégeit, akik eljöttek. Nem tudom, hányadik alkalom ez, második, harmadik? Második, úgyhogy még az elején vagyunk, úgyhogy látom, hogy többen vannak, akik érdeklődnek, és szeretnének többet is tudni mindarról, ami itt meg lett hirdetve, és lesz még a következőkben is, egymást követő hónapokban. Azt hallották az előbb a testvérek, hogy engem kértek meg, ezt a címet adtuk, hogy a Szentföld titkai, ami sok mindent próbál majd felfedni, úgy kortörténeti, egyháztörténeti, bibliai és egyéb más szempontokat is figyelembe véve. Legelső kérdésem az legyen, hogy hányan vannak itt közöttünk olyanok, akik megfordultak már a Szentföldön. Van-e olyan valaki, aki volt már a Szentföldön? Az 1, 2, 3, 4, 5. Ki az, aki szeretne eljutni a Szentföldre? Nagyon jó. Ki, aki semmiképpen, ő már erre nem gondol, ő már csak a mennyei Jeruzsálembe szeretne belépni. Ilyenek is vannak. Jó, köszönöm szépen. De azt gondolom, hogy ez utóbbihoz mindannyian csatlakozni fogunk, vagy szeretnénk legalábbis csatlakozni, mert ígéretképpen mindannyian meg fogjuk látni őt, amikor eljön az ég felhőjén, és minden világosra, láthatóvá, tapasztalhatóvá válik, amit ma csak hitben közelíthetünk meg. Isten kegyelméből tényleg azt mondhatom nagy alázattal, hogy nem is gondoltam volna életem korábbi szakaszában, hogy lesz olyan időszak, amikor rendszeresen, aránylag rendszeresen mehettem, vagy mehetek a Szentföldre. 8 alkalommal voltam olyan utazáson, amikor mások kértek meg, hogy kísérem őket, és vezettem végig az egész Szentföldnek a területén. És hát úgy vagyok, és azt hiszem, akik megjárták ezt a földet, hogy ha egyszer már elment, akkor azt nézik, hogy vajon mikor mehetnék legközelebb. Különleges kisugárzása van ennek a földnek, mint ahogy látjuk itt ezen a fényképen is, hogy valami olyan kisugárzása van az egész világra, ami a kívülálló számára teljesen megmagyarázhatatlan, csak akik benne vagyunk ebben a vonzásban, ennek a földnek és annak az ígéretnek a vonzásában, ami évszázadok, évezredek óta ráirányítják erre a területre a figyelmet. Mi érezzük azt, hogy többről van szó, csupán egy földrajzilag körbehatárolható földdarabról, a mi globusunknak egy olyan területe, egy olyan pontja, ami nagyon sok eseménynek, világra szóló eseménynek volt a kiinduló pontja, és lesz is még a jövőben. Kezdjük akkor az elején, tehát ha ránézünk erre a képre, térképre, akkor rögtön föltenik nekünk, hogy egy olyan helyről beszélünk, jó? Olyan helyről beszélünk, ami központi szerepet kapott az emberiségnek a történetében. Olyan tekintetben is, hogy 3 olyan kontinensnek a határán látjuk ezt a területet, ezt az ígéret földjén, ami 3 kontinensnek pontosan a sarka. Egyrészt az európai kontinens, ez nekünk nyilvánvalóan látható, hogy körülbelül, hogy valaki Európából szeretne szárazföldön Afrikába menni, akkor ezen a területen mindenféleképpen keresztül kell mennie. Hogyha Ázsiába szeretne, vagy Ázsiából Afrikába, hasonlóképpen, vagy éppen Afrikából Európába, vagy Ázsiába utazik valaki, mindenféleképpen keresztül kell mennie ezen a területen. Stratégiailag a világ legérzékenyebb területéről van szó. Itt mindig történik valami. Történt a múltban, és történni fog a jövőben is. Egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy mondjam már meg, hogy mikor lesz biztonságos ez a föld arra, hogy én is oda menjek, kérdezte valaki. Mondom, mikor volt biztonságos. Tehát mióta ez a föld létezik, meg a bibliai történelmet ismerjük, ott mindig feszültség volt. Különböző érdekszférák, nagyhatalmak, politikai, vallási területen is. Olyan hatalmas feszültségben él ez a föld, hogy mindig történik valami, ami kihatással van az egész emberiségre, és a politikai életre, gazdasági életre, kultúrára és mindenre. Úgyhogy nincs olyan nap,
amikor vagy az újságban, vagy a televízióban, vagy interneten, vagy bárhol ne olvasnánk Izraelről, mert, mint említettem, rendkívül érzékeny területe a nagyvilágnak, és benne Isten népe is kell, hogy figyelje ezeket az eseményeket. Nekünk óriási segítségünk van a Szentírás. A Szentírás akár a múltra nézve, akár a jelenre, akár a jövőre nézve is kiváló információgyűjtemény, és legfőképpen a hitünknek a forrása, alapja, és a reménységnek is a forrása, ami nem csak a múltra vonatkozik, hanem az eljövendő világ sok-sok kérdésére ad majd választ. Merre kell fordulnom arra? A jelzés, igen. A térképünk az, és a mellette lévő információk, hogy el lehetne olvasni, akkor azt látnánk rajta, először is nézzük a területét. 20.770 négyzetkilométeres területről van szó. Ki tudja, hogy Magyarországnak mekkora a területe? 93. Tehát rögtön elcsodálkozunk a véretén, hogy a Dunántúlról nem nagyobb terület, tehát inkább kisebb még, mint a Dunántúlnak a területe, és mégis úgy beszélünk Izraelről, meg a Szentföldről, hogy mint egy hatalmas területen lévő ország lenne. Nem, nagyon pici a nagy világ hatalmakhoz képest, és a nagy területű országokhoz képest. Mégis a területi kicsinysége ellenére is az egyik legnagyobb jelentőségű földterületről, országról van szó. Azt is látjuk, hogy a népessége az 7,5, tehát 7,6 millió lakosa van. Ma már ez változott, tehát évről évre szinte változik. Ennek két oka van. Az egyik az, hogyha az ember kimegy Izraelbe, akkor azon csodálkozik, hogy mennyi a gyerek. Nagyon sok a gyermek, nagyon sok a fiatal. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy a népesség robbanás tapasztalható Izraelben. Nagy reménység az, hogy a következő generáció az jobban tudja védeni magát. Ezen kívül a visszavándorlás, vagy a hazavándorlás a másik tényező, hogy a világ minden tájáról mind a mai napig óriási létszámban térnek vissza a proféciáknak megfelelően erre a földre, az innen elszárvazott, idegenben élő, szorványban, diaszporában élő népek. Összesen, ha a zsidó hátterű népességet nézzük, akkor kb. Annyian vannak, mint mi, talán picit többen, vagy, mint a magyarok. 15-16 millió lakos, illetve a zsidóságnak a létszáma jelenleg a világon. Egy része most már Izraelben él, a másik fele körülbelül a zsidóságnak pedig Amerikában él, és nagy részt inkább New York és két fővárosa van igazából Izraelnek. Az egyik az Jeruzsálem, szokták mondani, a másik meg New York. Tehát a kettő egymást támogatására van, és éppen ezért talán a jelentősége is jóval nagyobb annál, mint hogy egy fizikai területről van szó, vagy egy országról lenne szó, mert szétszórva ma is majdnem minden nemzet között ott látjuk a zsidóságot. Annak ellenére, hogy 2000 évvel ezelőtt megszűnt az állam is, Izrael állama, de Isten különös megtartó kegyelme nyomán mégsem veszett el, nem asszimilálódott, nem tűnt el, hanem majd erről később is szó fog esni, Istennek egy ígérete van ezzel a néppel kapcsolatban, jellé tette őket a világban, úgy a múltban, mint a jelenben és a jövőben is. Úgyhogy nekünk hív emberekként másképpen kell gondolkodnunk a zsidóságról, mint ahogy általában a Bibliát nem ismerő, vagy a proféciákkal tisztában nem lévő honfitársaink, vagy a világ politikusai. A másik, ami ott látható, hogy a hivatalos nyelv az új héber, ami a bibliai hébertől eltérő, nyilván, hogy élő nyelvről van szó, az élő nyelv mindig változik a holt nyelvhez képest. Ahogyan holt nyelv például a latinnak az a nagyon kedvező tulajdonsága van, hogy nem változik, ugyanis senki nem beszéli már, tehát nem élő nyelvről van szó. A héber nyelv azonban hosszú időn keresztül nem volt beszélt nyelv, de az Izrael újbóli megalakulása után
ismét népi nyelv lett, tehát Izraelnek a fő nyelve, ami sok esetben hasonlít az óhéberre, de sok új, nyilván, hogy egy élő nyelvben sok új szó van, sok új szófordulat, ami a Bibliában nem fordul elő, mert óriási távolságban időben a két beszélt nyelv között. A hivatos pénzneme a sékel, és az egyfőre jutó nemzeti jövedelem igen magasnak tűnik itt a feltüntetett adatok között. Ha a jobboldali térképet nézzük, van itt előttem is, ez is nagyon jó tájékozódási pontot fog adni nekünk itt a feltűzött szép képekkel illusztrált térkép. Sőt, valaki nagyon kedvesen, talán ő érkezett legutóbb Jeruzsálemből, mikor? 2 éve? 2 éve. Hozott egy nagyszerű, ez a legújabb kiadás Izraelről, majd ezt is esetleg kézbe lehet adni? Kézbe lehet adni? Igen, tehát akik kíváncsiak erre, kicsit közelebb megnézni, nyugodtan belapozhatnak, csak úgy, hogy gondoljanak arra, hogy még sokan van, akik meg szeretnék nézni. Biztosan van bizonyos ismeretünk, hisz Biblia ismere emberekről van szó itt ebben a közösségben, és olyanok, akik Biblia iskolások, tehát jó sok olyan ismeretünk van, persze lehet, hogy különböző szinteken, ami segít megértenünk az Isten népének, az első kiválasztott szövetséges népnek a sorsát és a helyzetét, mert mi is kötődünk hozzá, bennünket is elhívott természetesen Isten, és sok dolog ránk is vonatkozik az ígéretek közül, és vannak, amik erre a népre vonatkoznak inkább. A térkép alapján azt rögtön látjuk, hogy egy különleges fekvése van ennek az országnak. A feltűnő számunkra az, hogy egy észak-déli irányú völgy húzódik végig, szinte az egész ország területén, aminek a legfelső pontja az a Hermon hegye, vannak szép énekeink, ugye a Hermon hegyén, ugye, tessék? Nagyon sok ének fog eszünkbe jutni menet közben egyébként, amikor ezeket a területeket érintjük, tehát ez egy nagyon magas hegy, télen-nyáron síelni lehet a tetején, és azt is nem baj, ha tudjuk, hogy például a forrásvidék, a Jordánnak a forrásvidék, az a Hermon völgyéből pontosabban lábától ered, és észak-déli irányba, pontosan tökéletesen észak-déli irányban folyik végig az egész országon, még bele nem érkezik a Genezaret tó érintésével egészen a Holtengerben, de a völgy az tovább húzódik egészen a Vörös-tengernek a felső csücskéig, ott az Arab-félsziget tetején. Hogy miért érdekes ez? Ez egyúttal Izraelnek a keleti határa is végig, a Jordán folyónak a partvidéke. A keleti oldalon pontosabban fordítva, tehát a nyugati oldalon, ha a fekvését nézzük, akkor a földközi tenger határolja a másik oldalon, és délen pedig a mesterségesen meghúzott, tehát a hétnapos háború után mesterségesen vonalzóval meghúzott határvonal a pusztán vezet át, és ilyen ék alakban, vagy háromszög alakban egészen Eilatig, azaz a Vörös-tenger partjáig, egy olyan földrészt kapcsol még Izraelhez, ami lakatlan, mezőgazdaságra alkalmatlan, egyrészt Egyiptom határa, másik oldalon Jordánia határolja, de politikailag rendkívül fontos Izrael számára, hogy le is zárja ott a Vörös-tenger csúcsánál az országhatárt, hisz mindenféleképpen Izraelen keresztül megy minden. Tehát akár Afrikába, akár Ázsiába, akár Európába, ezen a gócponton keresztül kell menni. Eznek minden nyomorúságával és áldásával együtt. Nem csak most, hanem a régi időben is. A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten egy olyan helyet jelölt ki az első szövetséges nép számára, ami a világ országútját jelenti, és a nagy hatalmaknak az ütköző zónáját láthatjuk itt. Kicsit hasonlít a sorsuk
a magyarokéhoz. Mi is olyan helyen lakunk, ahol a nyugati világ, a keleti világ, észak-dél találkozik, és itt mindig történik valami. Mi is nagyon érzékeny vidékén lakunk a világnak, és legalább ilyen, vagy még érzékenyebb, mint említettem már, Izraelnek a mostani fekvése. Isten jelölte ezt a helyet ki, de mindig útjában volt azoknak, a nagyhatalmaknak, akik szerették volna bekevelezni ezt a területet, de mindegy ideig nem tudták. Illetve, hogyha időszakra meg is szakadt az államiság, Istennek terve volt a jövőben is ezzel a néppel. Azt is látjuk a térképen, mert ez egy domborzati térkép, hogy az alsó déli vidék és a Jordán völgyétől keletre lévő területek puszta és lakatlan vidékről van szó, mezőgazdaságra alkalmatlan, és a domborzata is a tengertől, tehát a vörös tengertől egészen, mondjuk ha Jeruzsálemig nézzük, folyamatosan emelkedő a domborzata, és mintegy 700 méterre van a tengerszint fölött Jeruzsálem városa. Az egyik legmagasabb területe, legmagasabb platója az országnak. Tehát értjük, mikor a Zsoltárban azt olvassuk, hogy menjünk föl Jeruzsálembe, mert ez a fölfelé menetel tényleg fizikailag is, meg a elhelyezkedése, a főváros elhelyezkedését tekintve is a szinte legmagasabb pontja Izraelnek, ahol a gyönyörű kilátás van minden irányba. És még egy nagyon érdekes dolgot kell tudnunk, hogy a világ legmélyebben fekvő területe, tehát nem mesterséges, hanem természetes mélységet jelent ez, a Jordán folyónak a völgye, mert amennyire a tengerszinthez képest, mint egy 700 méterre van a főváros Jeruzsálem, a Jordán völgye felé haladnánk, és egészen a földközi, pontosabban a holtengernek a szintjére ereszkedünk, ott pedig a tengerszint alatt mintegy 3-400 méterre járunk. Tehát óriási 1000 méter a különbség Jeruzsálem magassága és a holtengernek a szintje között. Nincs a világon még egy olyan mély terület, tehát természetes, nem mesterségesen épített mélység, ami ilyen hosszú szakaszon, szinte a Jordán egész földje, vagy völgye, a tengerszint alatt 1-2-300 méterre található. Tehát a légnyomás is, és az éghajlat is különleges éppen ezért a természeti jelenség miatt. Azt is látjuk, hogy a Jordán völgye az rendkívül labilis. Ugyanis egy természetes, vagy a földrajzból ismert jelenség ez, hogy két olyan kontinens, pontosabban három kontinens találkozik pont ezen a területen, ami állandó mozgásban van. Tehát ezek a földteknők, nevezzük így. Földteknők, amik a folyékony földgolyó is tetején meg van szilárdulva, ez egy elég keskeny vagy vékony rétege, ami földkérgünknek, ezek állandó mozgásban vannak. És az állandó mozgás miatt folyamatosan földrengések tapasztalhatók ezen a részen. Minden évben van 1-2 centiméteres váltás, változás, és emiatt hát mozgásban van ez az egész vidék. És talán ez az egyik magyarázata, hogy kicsit előre is lépjek, hogy a holtenger partján az a két valamikori nagyváros, melyik lehet az, Sodoma és Gomora, olyan hirtelen eltűnt a föld színéről, és a régészek azt gyanítják, hogy a ma jelenleg is a holtenger mélyén lehetne megtalálni, hogyha a só rétegeket föl lehetne ott tárni rendesen. Hát ez volt egy kicsit a bevezető a földrajzi területre nézve. Ígéret földjeként is szerepel ez a földrész, amikor a Szentföldről beszélünk.
mert Isten adta ezt a földet Izrael népének. Nem vásárolták, nem örökölték, mindig lakott föld volt Izrael ide érkezése előtt is, olyan kultúrák éltek már Izrael területén, ami ma is meglepő, a legrégebbi kultúrák egyébként itt találhatók. Például, hogyha a Jordán völgyét nézzük, mondjuk Jerikó. Jerikó a világ legidősebb városa. És most, hogy megközelíthetővé vált a város, már évtizedek óta egyébként nagyon komoly kutatásokat, ásatásokat végeznek, és a régészek mintegy 8 rétegben találtak lakott területet, tehát egymásra rakodott területet. 8 város van egymás alatt gyakorlatilag. És abból tudják, hogy ez különböző város, különböző korszakok volt, mint egy... Hát a régészek azt mondják, legalább 8000 évről van szó. Még nem jártam utána, csak elhiszem nekik, hogy 8000 évre tehető ennek a városnak a kora, hogy a különböző rétegeket, mikor lehántják egymásról, valóban a házaknak, a tűzrakóhelyeknek a rétegei fekszenek egymás alatt, és megkülönböztető, teljesen megkülönböztethető a különböző rétegek koroknak az ideje. Tehát ez egy, azért mondom, egy különleges vidék, mert rengeteg titkot fed még mindig ez a föld, és még nem tártuk föl mindezeket. Tehát Izrael megérkezése előtt, ami Krisztus előtt egy 1000 esztendő, amikor az államiság is létrejön, de azt megelőzőleg, már Ábrahám korától kezdve, tehát ott civilizált, vagy kevésbé civilizált, vagy elegy-belegy népek éltek, akikkel Izraelnek mindig súlyos gondjai voltak. És mindig harcot kellett vívni azért, hogy amit Isten megígért számukra, azt meg is őrizhessék. Van azonban egy nagyon különleges dolog az Izrael tulajdon viszonyát tekintve, földre vonatkozóan, ugyanis az Ószövetségben is, meg ma is tiszteletben tartják azt a bibliai törvényt, hogy nincs magántulajdon, legalábbis a földre nézve. Csak használják. Isten oda adta. Tehát, amikor kijelölte a különböző törzseknek a helyét ezen a földön, akkor ezt Isten használatba adta. És mindig azt olvasjuk az Ószövetségben, hogy ez a föld az Úré. Az Úré a föld. És az, hogy te rajta lakhatsz, az kegyelem. És csak addig lakhatsz rajta, csak addig élvezheted annak gyümölcseit és termését, ha az Úrral jóba vagy. Ha őt követed. Ha neki engedelmes vagy. Ha nem vagy engedelmes, ha elutasítod, ezt a földet Isten bármikor visszaveheti, hisz az övé. Így értjük meg például azt a törvényt is, ami a szülőknek a tiszteletéről szól, hogy tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amit az Úr, a te Istened adott neked. És ez nem kimondottan csak a szülő-gyermek viszonyról van szó, hanem az atyák, ha te tiszteled azokat, akik előtted éltek ezen a földön, és ők elfogadták, hogy Isten a föld birtokos, övé a föld, övé az ország, és ha neked adja, kegyelemből adja, és mindaddig használhatod csak jogosan, amíg őt elismered atyádnak, amíg az ő törvényeit komolyan veszed, abban a pillanatban, hogy ezt elutasítod, már is biztos lehetsz abban, hogy nem sokáig lesz a tiéd. És ez meg is történt jó néhány esetben, hogy Isten egyszerűen fogta magát és visszavette ezt a földet, és azt mondja, menjetek oda, ahol akartok, ez a föld az enyém. És ha majd megtértek, megkeresitek az Úrnak az útját, akkor megint tárgyalhatunk róla, hogy visszajöttök arra a földre, amit az Úr, a ti Istened adott neked. Ezek az ígéket, amiket ott fölírtam, pontosan erre utalnak, és a mai, hát Istenben bízó rétege a zsidóságnak ugyanígy gondolkodik, hogy az, ami most van, hogy 1947 óta ismét, 48 óta pontosabban,
ismét létrejött Izrael állama, ez olyan csoda, ez olyan megmagyarázhatatlan esemény, hogy ezt emberek szervezni nem lehetett volna. Ez nem lehetett volna megszerezni, nem lehetett volna kiharcolni. Ez Isten adott egy történelmi pillanatot az ő ígéreteinek megfelelően, és mindaddig, amíg megint csak nem történik valami olyan lázadás, vissza is vonhatja bármikor. Tehát ebben a bizonytalanságban él az oda visszatérő zsidóság is, hogy ez bármikor megszűnhet, és vagy komolyan veszik az Isten szavát, vagy elutasítjuk, de mind a kettőnek következményei vannak hosszú távon. Na most nem tudom hányan van, akik szívesen repülőre ülnének velem, és megközelítenék ezt a földet. Tegyük fel, hogy mindannyiunknak megvan a jegye, mindenki fölül szépen a repülőre, és elindulunk a Szentföld felé. Ha kinézünk az ablakon, nézzünk ki most balról, az ablakból azt látjuk, hogy közeledünk az ígéret földje felé, és most szeretném betekinteni ennek a földnek a történetébe. Éppen amikor a földközi tengernek a túloldalára érkezünk, és Izrael határát látjuk ott a magasságból, akkor Tel Avivnak a láthatára, vagy a városnak a sziluettje látszik ott a távolban. És minél közelebb érkezünk, azt látjuk, hogy egy nagyon szép fekvési városról van szó, a földközi tengernek a partvidékén, és azt is látjuk, már így messziről is, így a repülőről kitekintve, hogy két elválasztható városrészre nyílik, vagy oszlik ez a település. Az innenső része az hagyományos építkezésű, a kicsit távolabb, a völgy túloldalán, pedig egy modern újvárost láthatunk magunk előtt. Tel Aviv városa ilyen név alatt mindössze az államalapítás óta létezik. Azelőtt lakatlan része volt ennek a városnak ez a mostani modern települése. Sokkal inkább ismerős lesz nekünk a városnak a déli része, amit ott látjuk, hogy Joppé, Jáfó, Jaffa néven ismerünk a Szentírásból. Ezt ma Tel Avivnak hívják. A Tel Aviv több régi településnek a határán létrejött modern város. Azt is tudjuk, hogy jelenleg a diplomáciai fővárosa Izraelnek Tel Aviv, nem Jeruzsálem. Jeruzsálemnek sok baja van, ahogy értem a vallási megosztottság miatt is, meg a sok mindent el kell még addig rendezni, hogy a politikai fővárosa is ismét Jeruzsálem legyen. A zsidóság, kereszténység is jobban szeretné, hogyha ez bekövetkezne. Jelenleg azonban minden diplomáciai központ itt a Tel Aviv területén található, nagykövetségek és egyéb kulturális és politikai központok is. Ha még közelebb megyünk egy kicsit ehhez a földhöz, ehhez a éppen most szállunk lefelé, tehát most a repülőgép keresi a kifutó pályára való érkezését, elsuhanunk a régi város fölött, és azt látjuk, hogy ez egy kikötő város, és eszünkbe jut rögtön az a néhány történet, ami ehhez a városhoz kötődik. Először is Jónás prófétának a könyve, annak a prófétának a neve, személyet esetel, amit gyermekségünktől kezdve ismerhetünk, hisz az egyik legmozgalmasabb és a legtöbb fantáziát megmozgató történet kezdőpontja ez, vagy egy lényeges állomása, amikor Istentől kijelentést kap Jónás, hogy menjen külmisszióba. Hát ez egyrészt lehet vonzó is, hányan lennének itt, akik szívesen vállalkoznak egy másik országba, egy másik kultúrában, hogy Isten szavát hirdessék. De azért ez kettős dolog. Se nyelvet nem ismerjük talán, se a kultúrát, idegen népről van szó, lehet, hogy ellenséges népről van szó. Tehát Jónásban mindez végig cikázik, amikor meghallja Isten szavát, hogy neki el kell hagyni itt a kényelmes életkörülményeket, és külmisszióba kell mennie. El is indul, csak ellenkező irányba, mint ahogy Isten megjelölte volna. Azt mondta, hogy hát keletre lett volna Ninive.
Jeruzsálemtől, ő meg elindul nyugatra. Ma is nagyon sokan vannak így, hogy kelet helyett inkább nyugatra mennek, azt gondolván, hogy ha nyugatra menjünk, hogy csak szép, és csak jó, és csak kellemes, és csak üdülő, és csak minden napsugaras világ várja. Jónás is ebben a tévhitben volt, nem az Úrnak engedelmeskedett, hanem saját kényelmét kereste volna. Úgyhogy az első társas hajóra fölült, megfizette rendesen az árát, de azt olvassuk a Bibliában, hogy egyre lejjebb ereszkedett, mármint Jeruzsálemtől kezdve mondtam, hogy egyre lejjebb. És hát már annál lejjebb nincs, mint ahova Jónás jutott, ugyanis nem messze a tenger partjától, ahogy egyre mélyebbre eveztek, vagy haladtak tovább, hatalmas vihar támadt, és Jónás ahelyett, hogy igyekezett volna, hogy keresse az okát, hogy vajon másokat is miért sodort olyan veszélybe, életveszélybe, hogy lemegy a hajónak az aljába, és mit csinál? Alszik, mint egy jó evangélista, ugye? Tehát aki nem törődik a világ dolgaival, és inkább magára húzza a takarót, és azt mondja, pusztuljon a világ, engem nagyon nem érdekel, az elhívás sem. Tehát ő el akarta felejteni mindazt, amit addig Istentől kapott, de hát Isten olyan, hogy utánunk nyúl, és nem enged bennünket nagyon a nyugvó párnánkon pihenni, és a történetet mindenki ismer, aki itt van, hogy keresik az okát, a többi tengerészek is, míg végül felfedezik, hogy Jónás miatt van ez a nagy baj. Óriási tanulság számunkra is, hogyha nem engedelmeskedünk az Isten hívására, és egészen más irányba megyünk el, nem csak magunkat, de másokat is bajba sodrunk. És milyen kegyelem az, hogy miután bűnvallást tesz, hát kénytelen volt, nem volt más menekvése, bűnvallást tesz, és hiába próbálkoznak terhektől, mindentől megszabadulni a hajón, azt mondják, a végső döntés ez, meg kell válnunk tőled. És kihajítják a hajóból. Néha ez a megoldás, hogy a problémás szemét, aki éppen nem Istennek engedelmeskedik, imádkozunk érte, de elengedjük, hogy majd az Úr gondoskodik róla, hogyha mi nem tudtuk őt a helyes útra segíteni. De milyen kegyelem, hogy Isten még ebben a lehetetlen helyzetben is egy cethal formájában, jó nagy kitátott szájjal megoldásról gondoskodik. Nem folytatom, mert hisz mindannyian jól ismerjük, mégis helyreállítja Isten, mégis elmehet a külmisszióba. Igaz, hogy nincs teljesen a szíve örömére az, ami történik, de egy város megtér, és hiába buslakodik emiatt, vagy ezen is a próféta, Isten az ő munkáját elvégzi, még egy ilyen prófétán keresztül is, aki nem nagyon szívesen fogadta az Isten szavát. Visszatérve még itt az előbbi felsorolásnál, hogy az Ószövetségben, Salamon korában hallunk, olvasunk arról, hogy a templom építésére, amire Istentől kapta a felhatalmazást, Libanon cédrusaiból tengeri megközelítéssel szállította a libanoni cédrust. Na most a Libanonból tengeren érkező faanyag, ami a később be lett dolgozva a gyönyörű szép jeruzsálemi templomba, az ezen az útvonalon is itt volt a kiszállítása, és különböző eszközökkel vitték föl 700 méter és legalább egy olyan 80 kilométer ide Jeruzsálem, az épület anyagot, amiből gyönyörű templomot építettek később Izrael fiai. Új szövetségi vonatkozásban is rendkívül fontos események kötődnek ehhez a városhoz, mégpedig Péter, aki az első útja során Jeruzsálemből, Jézus felhatalmazása nyomán erre a vidékre is eljut, és itt a város határában találkozik azzal az esettel, hogy egy Dorkás vagy Dorkász nevű varrónő, aki kegyens Istennek tetsző életet élt, de beteg volt, sőt meg is halt, feltámasztotta, és a környéknek egy hatalmas jellé vált, hogy Istennek erre is van a hatalma. És ugyancsak ebben a városban, itt nem messze a tenger partjától mutatják azt az épületet, ahol Péter egy tímár,
házában, a tengerparton szállást kap, és a misszió útja során, éppen a témár valószínűleg már ő is keresztény lett, nek a felesége finom ebédet főzött Péternek is, de fönn a tetőn érezze ezt a fantasztikus illatot, ami ott kinn a konyhába megcsapta az orrát. Hát egy látomásba szédült, és a látomásnak a lényege az volt, hogy a mennyből angyalok egy lepedőn keresztül a tenger gyümölcseit, ma így neveznénk nagyon szépen, mutatták be Péternek, és hát jó étvágyat kívántak Péternek. És az életében nem látott még ennyi tisztátalan állatot, ami ráadásul még élő állatként ott csúszott, mászott, és mindenféle alakzatban történt ott a szeme előtt, és egy ilyen isteni parancsot mellé, hogy öld meg, és egyed. Hát az égvilágon nem tudta volna Péter elképzelni, hogy ő valaha is kóser ételen kívül mást is az ajkára vegyem, de itt ezt most nagyon komolyan el kellett gondolkodni itt az ebéd előtt, hogy most ezt milyen jelként kell neki fogadnia. Mire? Valóban megértette, Isten új útra viszi. És most nem is az ételről van szó, nem a kóser étel, vagy nem kóser ételről van szó, hanem amit Isten tisztának teremtett, azt te nem erészeld tisztátalannak mondani. És egy másik jelenség, hogy éppen a látomásnak vége, mikor kopognak az ajtón, és egy katonai osztag vezetője nyitja az ajtót, és azt mondja, Péter, most pedig velünk kell jönnöd. Hát el lehet képzelni, egy katonai osztag, római katonák állik felfegyverkezve, azt mondják, hogy most pedig velünk kell jönnöd, mert a római haditanács egyik fontos székeire kell téged elvinnünk. Talán sejtjük is, hogy miről van szó, hisz ez a templom ott a tengerpartján azaz az épület, ahol a katonai osztag parancsnoka bejelenti, hogy egy Cornelius nevű százados előtt kell megjelennie, nem is akárhol, hanem Cézáreában, ami az akkori haditanácsnak és a megszálló hatalomnak, római megszálló hatalomnak a legfontosabb székhelye volt. Majd odaérkezünk, akkor innen folytatom. És hogyha kicsit beljebb megyünk Jeruzsálem irányába, akkor találkozunk egy olyan várossal, ami a világ bármelyik táján kimondjuk a nevét, hogy Betlehem. Mindenki tudja, hogy miről van szó. Magyarra fordítva a Betlehem, a Bét-Lehem kifejezés a kenyérházát jelenti, ami azt jelzi, hogy valamikor Jeruzsálem és Betlehem között kb. 8 kilométerre van ez a két település egymástól, hogy valamikor mezőgazdasági szempontból is egy nagyon gazdag vidék volt, és a gabonatermés szempontjából is egy fontos terület volt, és hát a kenyérellátás gabona tekintetében is innen kapta Jeruzsálem, az akkor is nagyváros. De nem ez tette ezt a várost igazán nevezetessé, hanem az, hogy Jézus születése ezen a helyen történt, amely szellemi értelemben a szellemi kenyérházává lett, hisz Jézus aztán később mondja, hogy én vagyok az életnek a kenyere, amelyet ad Isten azok számára, akik nem csak a fizikai kenyér, hanem a lelki igazságok, Isten igazsága irányában is tájékozódni szeretnének. Betlehem nem szép település. Már úgy értem a nem szépet, hogy egy kicsit össze kell rombolnom itt azt az idilli képet, amit mi Betlehemről szoktunk magunkban hordozni, ugye a jánszól, vagy az istáló, a békés állatok ott az istálóba, vagy éppen a pásztorok megjelenése, vagy a bölcseknek a jövetele. Bennünk így él Betlehem. Ha valaki eljut ma Betlehembe, egy rendkívül kusza, nagyon sokszínű, sokvallású, sok bőrszínű területre érkezik, és az épületek sem egy ragyogó világvárosnak az épületei,
hanem több száz, több ezer évre tekintenek vissza azok a romok, amikből valahogy kirajzolódik az a kép, ami a igazi Betlehemnek a Bibliában is körülhatárolható vidéke. Mégis itt a kuszasság közepette találunk egy olyan templomot, aminek az alapjai, illetve az altemplomában többszöri áttépítés ezelőtt a Jézusnak a bölcsője helyét is tisztelik nagyon sokan. De azt gondolom, hogy aki megfordultak Betlehemben, egy kicsit csalódva jöttek onnan el, mert kiszínezi az ember kicsit a gondolataival, meg szépíti. Az egy véresebb valóság, amit ott olvasunk, hogy életveszélybe született bele Jézus. Ahogyan akkor nem volt egy békességgel teljes vidék, hatalmas feszültségek akkumulálódtak ezen a területen, és születése után nem sokkal, bármennyire is szép történeteket olvasunk ott, hát menekülni kellett az egész családnak. És föl kellett mindent pakolni, és Egyiptomba kellett kimenni, mert bizony jöttek a katonák, jött a hadsereg, és hát véres pusztítást végeztek, a két évnél alacsonyabb korú gyerekeket mind kivégezték, és a profécia, szomorú profécia itt is beteljesedett, hogy sírás hangzott gyermekkiáltás ezen a területen, mert nem kímélte a hatalom ezt a vidéket, és Jézus környezetét sem. És ma is ezt látjuk, hogy tessenek elképzelni, hogy ha Betlehembe megyünk, nagyon kicsi ez a kép, amit itt jobbról láthatunk, itt ezen részen tessék nézni. Elszörnyűködik az ember, hogy a város határában a két város, Jeruzsálem most már lassan összeépül teljes egészében ezzel a Betlehemmel, hatalmas 10 méter magas betonfal veszik körbe, pontosabban megy hasít keresztül egész Jeruzsálemen. Az egyik oldalon Palesztinához tartozik, a másik oldal Izraelhez tartozik. A 10 méter magas, hatalmas betonfal sarkain őrbástyák állnak, élesre töltött fegyverekkel. Mi is, amikor jöttünk és mentünk, átmentünk a városkapun, mintha repülőtérrel mentünk volna, mindent átvizsgáltak, hogy nincsen nálunk valami, amivel veszélyt okoznánk Izraelre nézve, palesztinek ezzel nem sokat foglalkoztak. De ebben a napi feszültségben is, ráadásul Betlehem lakosságának ma 90%-a muzulmán. Muzulmán és arab. 10%-a körülbelül, akik keresztjének, de azok sem zsidók. Ők is arabok. Sajnos a zsidóság mind a mai napig elutasítja Krisztust, és életveszély ma zsidónak, akár Jeruzsálemben, akár Izraelben kereszténynek lenni. Úgyhogy nagy részt a keresztény ébredés nem is annyira a zsidóságban történik, hanem az arab lakosság körében. Az arabok sokkal inkább nyitottak az evangéliumnak az üzenetére, mint a zsidóság. Aki oda-vissza költözik Izrael területére, az nem nagyon lehet keresztény. Vagy olyan területre kell átmennie, palesztin fennhatóságú területre, ahol még a keresztények mindig békességesebben élhetnek, még akkor is, hogyha ez a három vallás, a zsidóság, a kereszténység és a muzulmán hit egy ugyanazon helyhez, ugyanazon országhoz, ugyanazon fővároshoz tartozik. Mert aztán majd később látjuk, hogy Jeruzsálem három világvallásnak a szülőhelye, vagy emlékhelye, és ez mind a mai napig el nem döntött kérdés, legalábbis közöttük, hogy ki igazán ennek a földnek a tulajdonosa, birtokosa, és kinek a fővárosa, melyik országnak, melyik vallásnak a fővárosa Jeruzsálem. Ez napi kérdés náluk, és a rengeteg feszültség ezek körül történik. Most egy másik szép városba menjünk, mielőtt még a jeruzsálemi fővárost felkeresnénk. Názáretről van szó. Názáretről jogosan olvassuk azt, hogy Jézusnak is föltették a kérdést, Jézus maga is szembenézett ezzel a kérdéssel, származik-e valami jó Názáretből.
Ugyanis Názáret abban az időben is egy vegyes lakosságú terület volt, Galileának egy meghatározó szép fekvésű városa. Ma is itt a város lakosságnak 70%-a arab, és 30%-a zsidó, de jelentős a keresztjén jelenlét is. Nem csoda, hisz Názáret azért mégiscsak a kereszténységnek nagyon sok köze van. Egyrészt azért, mert Jézus neveltetésének a városa, itt töltötte a gyermekségét leszámítva, pontosabban a születés történeti följegyzéseket figyelembe véve, az élete első éveitől kezdve, pontosabban egészen a 30-as évek kezdetéig, tehát 30 éves koráig, valószínű, hogy ebben a városban töltötte az életét, hisz az édesanyja, meg a nevelő apja is názareti származásúak voltak. Mária egy názareti fiatal leány volt, aki egyességbe került Józseffel, és ebből a városból indultak el az akkori törvények előírása szerint Betlehembe, Dávid városába, mert származások szerint, a családfájukat tekintve, Dávid háza népe közül voltak, tehát a származások oda kötötte őket. Az akkori törvények szerint és az adóhatóságoknak a törvénye szerint mindenkinek a származási helyén kellett leigazolnia magát, és kaptak valószínűleg valami visszaigazolást, hogy ők megjelentek, elmondták a vagyoni helyzetüket, leadták valószínű, hogy ezzel kapcsolatos fenntartási költségeket, és utána visszamehettek volna a neveltetésüknek, illetve a lakóhelyükre. Názáret tehát ilyen szempontból nagyon jelentős. A város közepén található ez a 60-as években épült, gyönyörű, szép, hatalmas templom, ami az angyali üdvözlet temploma nevet kapta. Ez alatt több rétegben, előző koroknak, előző századoknak az építkezése nyomán templom részletek találhatók, és mindenek alapjaként egy olyan utcarészlet és egy olyan barlang részletre épül az egész, ami a hagyomány szerint Máriának az otthona volt, Máriának a háza volt, ahova később József is költözött, és a házasságok és családi életük ez a helyhez kötődött. Itt volt az az eset, amit a Bibliában olvasunk, hogy Máriát megszólította Gábriel angyal, és elmondta, hogy Isten kegyelembe fogadott téged, és nagy tervei vannak veled. Mire a válasza az volt Máriának, hogy legyen az Úr akarata szerint, alávetem magam Isten tervének. Tehát megszentelt hely ilyen tekintetben. A városnak még van egy nagyon másik érdekessége, hogy ettől az angyali üdvözlet templomtól nem messze található a baptista gyülekezetnek az épülete. A felső kép az a názáreti baptista gyülekezetnek az épülete, mögötte és mellette, óvodától kezdve, középiskolán át, egészen egyetemi oktatásig. Szinte az egyetlen hely Izraelben, ahol engedélyezték a baptistáknak ezt a központi tevékenységét, és rendszeres, amikor ezen a vidéken járunk, akkor meg szoktuk látogatni a názáreti baptista gyülekezetet is, ami sokfajta nációnak, nemzetnek a közös találkozási helye. Az imaházzal szembe, baptista imaházzal szembe látjuk ezt a különleges boltíves épületet, Csontvárinak a festményéről biztosan eszünkbe jut, a Mária kútja, jobbról látjuk a festményt, Csontvári itt erről készítette, a hagyomány szerint ugyanis a templommal szemben, közel van a Mária üdvözlete temploma, meg ez a Mária kútja, a hagyomány szerint ide szokott járni, vagy ide járt valamikor Mária a vízért, egyetlen kútja volt egyébként a városnak, ezért biztosan ő is megjelent ennél a kútnál, és útközben találkozott az angyallal, aki ezt a kijelentést tette.
két képet tettem egymás mellé, az egyik a Csontvár idejéből, a másik pedig a mai időszakból, és itt le lehet egy kicsit pihenni, és elgondolkodni, hogy szent helyen jár az ember. Most a Genezáret tó partján álljunk meg egy picit. Úgy hívják ezt a várost, hogy Kapernaum. Kapernaum nevének az említése az egy valamikori Náhum falva, körülbelül ezt így lehetne magyarra fordítani, Náhum falva. Ugyanis a Kafer, az egy falut jelent, a Naum, Náhum pedig, Náhum prófétának volt valamikor a városa, tehát az Ószövetségben is szerepel ez a város, de igazán jelentőssé, igazán nevezetessé Jézusnak a megjelenése, itt töltött ideje, évei, csodái, tanítása, ami leginkább ehhez a városhoz, meg ennek a környékéhez kapcsolódik. Ma lakatlan földről van szó, lakatlan településről van szó, egyedül az a romok fölé épített, modern, úgyhogy csak a 60-as években épült katolikus templom látható. Ez kimondottan Péter háza fölé épült templom, a levegő van emelve, oszlopokon áll, hogy az ásatásokat ne zavarja. És Péter apostol szolgálatára emlékeztet, aki halász emberként testvérével vagy barátaival együtt, ott hátul látszik a Genezáret tónak a partja, a Jézus első tanítványai közé számítatott. Ez a terület teljesen lakatlan, mint említettem, és az ásatások nyomán kerültek ezek az épület alapok a felszínre, és következtethetünk arra, hogy valamikor Jézus korában milyen lakások, milyen épületek, milyen közösségi helységek léteztek. Hát a mai kényelmi viszonyokkal össze nem hasonlítható az az egyszerűség, amiben Jézus kortársai, Péter apostol és kortársai éltek. És még egy jelentős épület van itt, amit mindenféleképpen mutatni szeretnék. Az előbb említett romokat ebből a templom maradványból készítettem a fényképet, ami a Kapernaumi zsinagógának a jelenlegi megmaradt épület része. Ez a zsinagóga sok olyan eseménynek volt a tanúja, ami Jézus életével volt kapcsolatos, és Jézus csodáinak, Jézus tanításának a helyszíne volt. Nem sorolom ezeket föl, mert nyilván a Biblia ismerő emberekként tudjuk, hogy ez egy nagyon jelentős állomása volt Jézus megváltási művének. Azt is tudjuk, hogy ezt a templomot, mert egy szép, magas és igen mívesen elkészített templomról van szó, a zsinagógáról van szó, egy római százados építette, mert a történetben az is világossá válik, hogy a szolgáját miután meggyógyította, pontosabban, mikor gyógyításra került a sor, éppen arra hivatkoznak a tanítványok, hogy nagyon sokat tett a mi népünkért, még a zsinagógát is ő építette. Tehát a kövek beszélnek ezekről az időszakokról, és mind igazolva van, hogy amit a Szentírásban olvasunk, a Szentírás feljegyzett, azok mind ellenőrizhetően tényleg ott van, tényleg úgy volt, semmi kétsége nincs afelől, hogy ezek nem valóságos történetek. Éppen ott a zsinagóga mellett egy ilyen szabadtéri istentiszteletet is tartottunk legutóbb, és azokat az igéket olvastuk föl, amik akár a zsinagógával, akár Kapernaummal, vagy Jézus tanításával, csodáival kapcsolatosak voltak. Sőt, ott a szomszédban éppen láttam, hogy ott áll Péter apostol szobra, és még a pásztorbotot is egy pillanatra megragadtam, nem adta át, maradt nála, de kicsit úgy, az ember úgy érezte, hogy tényleg olyan forró nyomon jár, ami az időt át, időkorszakokat átlépve a mának is üzenete van. Nem messze ide található a boldog mondásoknak a helye.
A boldog mondások, ugye 8 boldog mondásról tudunk, ez egy különleges földrajzi terület. Ugyanis a Genezáret tónak egy olyan part szakasza ez, ahol mindenféle erősítés nélkül, minden hangosító berendezés nélkül, ha valaki szépen megengedi a hangját, visszhangzik és hallatszik ott a környékben is. Mint hogyha a tihanyi visszhangot képzelhetnénk magunk előtt el, az ember kiállt, és hosszú ideig ugyanazt a mondatot lehet még hallani. Most ezután értjük meg, hogy 4-5 ezer ember, akik ezen a part szakaszon ültek le, és hallgatták Jézusnak a szavát, minden szó, még a legtávolabb ponton is érthetővé és hallhatóvá vált, és nem csoda, hogy belekerült a Szentírásba, hisz sokan tanúsíthatták azt, hogy Jézus, amikor az Isten országáról tanított, és 8 tételben foglalta össze az Isten országára vonatkozó titkokat, az egy olyan indítás volt, ami messze elhangzott, nem csak fizikailag, hanem a 4-5 ezer tanú aztán tovább adta, amit hallott, meg amit átélt a kenyér szaporításon túl is. A Genezáret tó sok bibliai eseménynek volt a színhelye. Azok a csónakok, azok a hajók, amik ma is itt közlekednek, mintha megszólalásig idéznék föl bennünk Jézus korát. El tudják azt képzelni, hogy egy olyan földrészen járunk, ahol csodával határos módon semmi nem változott Jézus kora óta. Tehát ugyanúgy látunk, ugyanúgy tapasztalunk mindent, mintha megállt volna az idő. Ilyet egy Balaton nagyságú, pontosabban fele, Balaton fele nagyságú a Genezáret tó egész vidéke. Nem öntötték el, vagy nem építették be modern épületekkel, településekkel, hanem ugyanaz látható ma is mindenben, ahogy Jézus idejében történt. A Genezáret tava egyébként egy csoda. Tehát a Hermon hegyétől jön a Jordán folyó táplálja, élő vize van, és aztán mint egy víz tartály, vagy hogy mondják ezt a vízgyűjtő területnek a középpontja, aztán amikor elér ezt a szintet, akkor tovább folyik és folytatja délre az utat. Mindig tiszta. Azt is lehet elképzelni, hogy olyan mélysége van ennek a, azért nevezik tengernek is, nem csak tónak, mert mint egy 50 méter mély a vize. 50 méter, a Balatonnak mennyi? 2-3 méter maximum. A legmélyebb, ahol mondjuk hajók is közlekednek, mondjuk 8 méter. De ez 50 méter. 50 méter mély. Tessék? Ez viszont annyit is jelent, azt is itt most már világossá lehet tenni, hogy Izrael területén alig vannak kutak. Alig van vízforrás. Ez mindig küzdelem volt, a bibliai időkben is tudjuk ezt, hogy óriási küzdelmek árán nagyon mélyre kellett ásni, hogy mondjuk egy Jákob kutya hosszú időn keresztül termelje a vizet, de ez ritka jelenség volt, hisz a karszt terület és ez a mészköves terület szinte áthatolhatatlan réteget képzett, és mindig komoly gond volt az ivóvíz, egyáltalán víznek a problémája. Most itt van az ország közepén egy ekkora vízgyűjtő terület, kifogyhatatlan forrásként az egész országot, egész Izraelt, a Genezáret tava látja el ivóvízzel. Egy olyan hihetetlen infrastruktúra épült itt ki, hogy az egész vízhálózat, Jeruzsálemtől kezdve, még majdnem a tengerpart vidékét is, a Genezáreti tó látja el tiszta ivóvízzel, és úgy, hogy közben nem apad a vize, hanem csodálatos határos módon mindig ugyanannyi marad, vagy esetleg 1-2 méteres változások vannak időközben. Nagyon kevés esővíz hullik, évente vannak olyan esős időszakok 1-2 hétig megállás nélkül, aztán vége. Egész évben semmiféle eső nincs. Viszont a Hermon hegye, ahol hó van időnként nagyobb mennyiségben, és több vizet is kap, folyamatosan táplálja pontosan
ezt a területet. Szoktuk mondani, hogy két keresztjén talán ott különböztethető meg, hogy az egyik olyan, mint a Genezáret-tó, a másik olyan, mint a Holtenger. A Genezáret-tavi keresztjén az olyan, hogy a kapott vízforrás felüdíti, élettel telíti, és továbbadhatóvá válik. És aki ezt továbbadja, az mindig élő hitű keresztjén. Aztán vannak ilyen holtenger keresztjének, aki mindig csak kapni, kapni, kapni akar, és semmit nem adni tovább. És abból az élet kiveszik. Ott nincs élet. Az csak mindig kapni akar, de igazából nincs haszna az életnek. Nem tudom, hogy eddig az utazásunk hogy értékelődik, és mennyire köti le a figyelmet, de azt gondolom, hogy ez mindenkit érdekel, a Biblia világa, a Biblia földje, az ígéretek, a proféciák, amik ránk is vonatkoznak. És ha én nem egy ilyen nagy tudományos előadásra készültem, mert gondoltam, hogy lesznek itt olyanok is, akik inkább csak műkedvelésből, vagy éppen információgyűjtés miatt egyáltalán érdekli a Biblia világa másokat is, hanem inkább nekem az a látásom, hogy föl kell csigázni az embereknek az érdeklődését, hogy aztán elővegyük a könyvet, elővegyük egy ismertetőt, megnézzünk egy filmet. Netán, ha Isten is akarja, akkor a legközelebbi utazáson együtt meg pénz is van, akkor el is lehet indulni. Az se egy utolsó szempont, hogy az legyen. Genezáret tavát említem azt, hogy van egy nagyon érdekes tópartján egy olyan szürke kis templomocska, vagy emlékhely, ahol az a bizonyos esemény történt, ahol Jézus megtörte a kenyeret, hálát adva kiosztotta, és mintegy 5000 ember lett ennek a részese. Sőt, ugyanez a helyhez kötődik az, amikor Péter apostolt megkérdezte Jézus, hogy szeretsz-e engem. Tagadása után, az ő helyreállító háromszor, igen, megkérdezte, hogy szeretsz-e engem. Itt volt a helyreállás, és végül is a szolgálatba állítás, őrizd és legeltesd az én bárányaimat. A Jordán partját keressük föl. A Jordán, ahogy kilép a Genezáret tavából, és tart az útja egészen le a Holtengerig, egy nagyon izgalmas, nagyon szép terület. Ugye nekünk, mint baptisták, különösen is vonzó ez a terület, a Jordánnak a völgye, Jordánnak a folyója. A háború miatt nem az eredeti helyén, a bemerítés eredeti helyén jelölték ki a bemerítéseknek a színhelyét, hanem egy kicsit nyugalmasabb helyen, kicsit közelebb a Genezáret tavához, de rendszeresen, minden nap szinte hatalmas tömegek jönnek a világ minden pontjáról, hogy azon a helyen, ahol Jézus maga is bemerítkezett, és a szolgálatát, nyilvános szolgálatát elkezdte, ott részt vegyen, akár maga is bemerítkezzen. Nem egyszer történt meg, hogy más felekezetből is a buszon könyörögtek és kérték, ha már itt vagyunk a Jordán partján, akkor szeretnének itt bemerítkezni, vagy éppen megerősödni a hitükben. Különleges élmény ez. Egyébként hadd mondjam azt, hogy én itt értettem meg a Jordán partján azt a különös igazságot, amire korábban nem is gondoltam. Amikor Keresztelő Jánosról azt olvassuk, hogy a Jordán túlsó partján megkezdte az evangelizációs munkáját, a bűnbánatra hívás, megtérése hívó munkáját, ugyanaz a földrajzi hely, ugyanaz a gázló volt, ahol Józsué az Isten népét bevezette az ígéret földjére. Ugyanaz a hely. És én ott értettem életemben meg először, hogy az az ígéret földjére szóló profécia, hogy az Isten országába való belépés. Ugye annak idején Józsué azt mondta, hogy tisztuljatok meg, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat tesz. Át fogunk menni a Jordán völgyén, és el fogjuk foglalni az ígéret földjét. És amit Keresztelő János mond, hogy elközelített az Istennek országa, térjetek meg, merítkezzetek be bűneitek bocsánatára,
az pontosan ugyanazt jelentette, mint József idejében, hogy akármilyen szívvel nem lehet belépni az Isten, az Isten által ígért földre, de ez a második belépés már a szellemi világba, Isten országába való belépésnek az előhírnökeként hirdette meg a Jordán partján. Nem tudom, hogy érzik-e, hogy értik-e ezt, hogy megismétlődött az új nép, az új minden népből elhívott Isten népe életében is az, hogy bevonulunk, belépünk az Isten szellemi országába, Isten országába, éppen a bemerítés, mint egy ilyen vízválasztó az ember életében, hogy attól kezdve Isten közelében az ő országát, az ő igazságát szeretné valaki követni. Hallottak már Cézáre a Filippiről? Bibliában mindig olvassuk ezt a történetet, hogy Jézus tanítványaival Cézáre a Filippibe ment, és ott különleges tanítást adott a tanítványainak. Ott kérdezte meg ugyanis, ezen a helyen, amit ma látunk magunk előtt, kinek mondanak engem az emberek. És egyik is, másik is elmondta, hogy mit hallott Jézus ki. És személyesen tette Jézus a kérdését, hogy és ti mit mondotok rólam? A helyszínen értettem meg, és akik ott jártak, ugyancsak rácsodálkozhatnak arra, hogy Cézáre Filippi különleges földrajzi helyen van. Az északi határhoz közel, ma jelenleg a szíriai határ közvetlen közelében, egy hatalmas sziklafal alól bukik ki a Jordánnak a forrásvíze. Mégpedig egy olyan különleges helyen, bal oldalt látunk ott a víz fölött egy olyan üreget, egy nagy barlangot, ami félelmetes messziről is. A néphiedelem ugyanis ezt a hatalmas barlangot megközelíthetetlennek látta, és attól félt, hogy az a sátán birodalmának a bejárata. A sátán birodalmának bejárata. És kultikus helyként tisztelték Jézus korát megelőzően, még a görög hellenista világban és vallásos világban, sőt, még egy hatalmas szobrot is oda tettek mellé, ami látványában is ijesztő volt, és szarvak voltak a fején, patás lábai voltak, sőt, egy szigony is a kezében volt, és mi jut eszünkbe, ugye a népi vallásossága, mi jut erről a szoborra az eszünkbe? Az ördög, a sátán. Ugye a sátánnak a birodalma lehet ott abban a sötét üregbe, ami ott a szikla alatt van. Én itt értettem meg a következőt. Jézus megkérdezi Pétert, illetve Péter válaszol, hogy mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. A folytatás úgy hangzik, hogy te Péter vagy, ami egy kis sziklácskát jelent a nagy sziklához képest. Én erre a kősziklára építem az anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem arathatnak rajta diadalt. Ott áll a sátán szobra. Valamikor istenként tisztelték. Így akarták megnyerni őt, hogy legalább őket ne bántsa. Áldoztak, a templomot építettek, félelmek helye volt ez a város, városhatár, és ott volt a pokolnak a bejárata is. És Jézus azt mondja, hogy ettől ne férjetek. Mert az, amit Istentől kaptál, kijelentést, Péter, nem magadtól, nem emberek nyertek meg ebben téged, hanem Isten jelentette ki néked. És én erre építem az anyaszentegyházat, és a pokol erői, pokol kapui sem arathatnak rajta diadalt. Persze megy a vita, hogy most ki kapta ezt az ígéretet, Péter a tanítvány, vagy a kijelentés, amit az Úrtól kapott. Mi ez utóbbiakhoz tartozunk, nem Péter volt, amire vagy akire építette Krisztus az egyházát, hanem arra mennyei indításból kapott bizonyságtételre, hogy mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És aztán, hogy Péter pontosan értette, hogy miről van szó, és nem értette félre, azt az első levelének a harmadik részében még világosabbá tette, hogy mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr, járuljatok ő hozzá, mint
élő kőhöz. És ti is épüljetek föl rá, mint élő kövek Isten egyházává, és hirdessétek annak dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Itt ez a földrajzi hely, ez az állomás, Cézária Filippi, tehát mint környezetében is, megindokolja és megérteti velünk, hogy ott abban a helyzetben az a szikla, amely fölé magasodik minden ördögi hatalomnak, minden pokoli erőnek, az az a szikla, amire mi építkezhetünk, amely nem inog meg semmilyen körülmények között, amit nem emberek találtak ki, nem emberektől tanultatok, hanem amit az én atyám kinyilatkoztatott számotokra is. Tehát ez a mi elhittük és megismertük. Ismét a földközi tengerpartján vagyunk. Úgy hívják ezt a várost, hogy Akkó. Akkó. Bibliában egyszer említi a Szentírás, hogy Pál apostol megfordult ebben a városban, egy-két napot töltött itt, aztán utána ment Jeruzsálembe, és történt az elfogatása és a börtön évek. Ez a város olyan szempontból fontos nekünk magyaroknak, hogy II. András magyar király 1217-ben egy nagyon komoly magyar katonai kontingenssel vonult föl, ugye a békefenntartó erőknek akkor is fontos szerepe volt. Izrael, pontosabban a Szentföld, Jeruzsálem felszabadítása érdekében nagyon sok magyar katona fordult meg ebben a városban, állomásodott hosszú hónapokon és éveken keresztül, és mindössze rövid ideig történt a keresztes vitézeknek az itteni működése, de hogy mi magyarok ott voltunk az ilyen nagy fordulatoknál, inkább csak azért tette fel ezt a képet. Cézáriában vagyunk, ez nem Cézária Filippi, hanem Cézária. Ugyanis a meghódított területeken általában a behódolást jelezte, hogyha a városban, az országban akár több várost is, az éppen uralkodó császárnak a nevéről neveztek el. És hát Cézária, ugye a Julius Cézárnak a neve volt, ez olyan, mint mikor a keleti blokkban nem tudom hány Leningrád volt, és hány Stalingrád volt. Ez a behódolásnak, a tiszteletnek a jele, hogy ünnepeljük a hódítóinkat, vagy a bennünket leuraló nagyhatalmat. De mivel ez császári város volt, és a császárnak a helytartója, az itt volt a székhelye, többek között, nagyon érdekes ez a hely, mert tudjuk azt, hogy Pilátus is 9 éven keresztül ebben a városban élt, innen irányította a meghódított Izraelnek a fékentartását, a római hadseregnek az élén, és innen kapott vészjelzést, hogy Jeruzsálemben valami készül, és utazott föl a fővárosba, hogy a katonai emberként vigyázzon a rendre. Sokan azt gondolták volna hosszú ideig, hogy ki ez a Pilátus. Csodálkozunk is, hogy szoktuk mondani, hogy kerül Pilátus a krédóba, a legszentebb keresztjén hitvallásnak a közepén, egy ilyen pogány, durva ember, hogy kerül bele. És mivel az első századokban született a hitvallásunk is, sokan nem tudták, hogy ez egyáltalán létező szeméről van-e szó. És hogy ki volt ez a Pilátus. Ma már tudjuk, igen, amiatt került bele ez a pogány ember, mert valóban a római történelmnek egy nagyon fontos figurája volt, aki 9 éven keresztül maximálisan igyekezett a császár kényét, kedvét kiszolgálni, és Jézust is inkább a halálba küldte, csak hogy a maga pozícióját megerősítse, annak ellenére, hogy most a kezeit és nem akart részt venni ebben a koncepciós perbe, mégis az ő lelkén szárad a kivégzésnek a beindítása, illetve a végrehajtása. Jobb sarokban látunk egy olyan követ, oda is nézhetünk, tehát én csak mondom, hogy jobb, de ott elől is. Jobb sarokban látunk egy olyan követ, ami 2000 éves kő. Egyetlen olvasható név található rajta, amit a romok között találtak. Ez egyetlen olvasható név az ő neve, Pilátus.
mint aki ennek a városnak az egyik ura volt. Azt is tudjuk róla, hogy nem sokkal Jézus kivégzése után hazarendelték Rómába, és letartóztatták, és felségárulás címén lefejezték. Tehát Pilátus történetéhez még egy is hozzátartozik, hogy hiába igyekezett hajbókolni az uralkodó előtt, mégiscsak elnyerte a büntetését ilyen módon is. Egyébként az a lelátó, amit ott balról látunk a képen, minden római nagyvárosban megépítették, hisz a médiának a központja ez volt, minden olyan kulturális, politikai eseménynek a színhelye, ahol a tömegeket be tudták folyásolni, befolyásolni tudták. Sőt, az a vízvezeték rendszer, ami hosszú-hosszú 10 kilométereken keresztül a forrásvizet hozta, ugyancsak a római időben épült ki. Jerikóról már szóltam a korábbiakban, ásatásokat végeztek, végeznek most is, és olyan titkok és olyan emlékek, olyan régészeti emlékek jönnek a felszínre, amiről nem is álmodtak korábban előttünk élő nemzedékek, és mint említettem az elején is, hogy mintegy 8000 évre visszamenőleg találtak, hát meg is vizsgálták ezeknek a korát, de körülbelül 8 város, 8 évezredet alatt épült föl. Ez volt az első város, amit Izrael fiai Józsué vezetésével 7-szer körülkerülve elfoglaltak, és ez hatalmas győzelmet jelentett egész Izrael elfoglalására, az ígéret föld elfoglalására nézve. És most érkezünk megint egy nagyon izgalmas területhez. Ennek a nevét talán többen hallottak már, Qumráni leleteknek a színhelye. Egy nagy kősziklát látjuk a középpontban. Lakatlan az egész vidék, teljesen néptelen. Viszont a régészeti föltárások különös titkokra találtak itt nyomokat. Ez az a hely, ahol olyan cserépkorsókat találtak meg a régmúlt időből, több ezer éves iratokról van szó, amiről senki nem tudott, közel 2000 éven keresztül, senki nem tudott. Ezen a területen ugyanis valaha egy olyan szerzetes közösség élt, ami a világtól elvonulva lakatlan területet keresett, és különleges módon élte túl a különböző nehézséget, a szárazságot, az élelmiszer beszerzésének különleges módját is. Egyetlen egy cél vezérelte őket, Jeruzsálemből vonult ki ez a papi réteg, esszénusoknak hívták őket, akik azzal a céllal jöttek ki, hogy annyira elvilágiasodott, annyira korruptá vált az egyház, annyira nem a Tóra szerint, nem az előírások szerint él, mit válasszuk el, vonuljunk ki Jeruzsálemből, és itt a Holtenger partján kiépítették a maguk kis ország, kis világát. Mintegy 5-600 ember élt, férfiak éltek itt ebben a szerzetes kolostorban, teljesen önállátó módon. Abból éltek egyébként, hogy tekercseket készítettek. Ugye régen nem volt nyomda, nem volt sokszorosításra alkalmas hely vagy eszköz. Ezért a legfinomabb és a legprecízebb módon egy osztálytermeket kell elképzelni, ahol napi rendszerességgel reggeltől estig a fő tevékenység az volt, hogy volt egy diktáló, és mindenki írta a tekercseket, éppen azt a könyvet, ami soron volt. A napi munkájuk után egy különös vizsgálóbizottság elé került a tekercs, meg pontosan számra is megnézték, hogy minden betű a helyén van-e, minden vesző a helyén van, és ha átment az ellenőrző bizottságon, utána ütöttek rá a pecsétet, hogy ez egy szent irat, amit aztán később a zsinagógákba küldtek el, és ebből volt valami bevételük és jövedelmük. És ezt kb. 200 évig végezték így, és senki nem tud arról, hogy mi történt ezzel az esszénus közösséggel, mert egy titokzatos körről, titokzatos papi rétegről van szó. Ezekben a felfedezésekben, ami 1947-ben történt, idézőjelben véletlenül, egy beduin pásztor elveszítette az egyik kecskéjét,
és addig-addig kereste itt a sziklák között, hogy rátalált arra a barlangra, fölülről látszik, hogy megközelítheti fölülről, és az az oldalról látható üreg. Azt gondolta, hogy hát abba beleesett. És köveket dobált be, hogy hát megszólal a kecske nem szólalt meg, de csörömpölést hallott, mint hogyha cserepek, üvegek törtek volna össze, hát rögtön mire gondol ilyenkor az ember, hogy valami kincset találtunk. Úgyhogy leereszkedett valami kötél hágcsol ezzel a hosszú meredek üregen. De hát nagyon csalódnia kellett, mert ott a sötétben matatva csak ilyen cserép darabokat talált, meg papírusz töredékeket, de honnan alá csapott egy-kettőt belőle, valahogy kimászott és elvitte Betlehembe, és egy ócskáshoz vitte, hogy hát a néhány sékelt kap érte. Tehát az értékelő, hogy mondják ezt a becsüs. A becsüs ránézett, és majdnem elájult. Hol szerezted ezt? És akkor elmondja, hogy hol. Na és ettől egy krimi indul el ebből a felfedezésből, mert aztán ő maga is, meg elmondja a barátainak, és hatalmas karaván indul, hogy keressék tovább, hogy miről van szó, mert kiderült, hogy ez legalább 2000 éves irat tekercs töredékek kerültek elő. Lényeg a lényeg, hogy mintegy 7-8 olyan barlangot fedeztek föl, ahol tökéletes rendben, úgy, mint ott balról látjuk, cserépkorsók állnak egymás mellett, hermetikusan le volt zárva, viasszal kiöntve a sapkája ezeknek a cserépkorsóknak, és nem egy érintetlen cserépkorsóban a Biblia különböző fejezetei, tekercsei voltak megtalálhatók. Persze töredezetlen, nagyon régi iratokról van szó, de a tudósok kézbe véve a dolgot, kiderült, hogy az Ószövetség minden betűje, minden írása hiánytalanul megvan. Van, ami több példányban is. Úgyhogy nagyon jókor jött ez a felfedezés, mert sokan voltak már, azt mondták, hogy a Szentírásot biztos sokan hozzátettek, meg elvettek. A 2000 év alatt mennyi változás történhetett? Minden jotta, minden pont, minden vesző a helyén van. És ekkor fedezték föl a legrégebbi ószövetségi iratokat Izrael területén, pont az állammá alakulás előtt egy évvel. Attól kezdve egészen 1956-ig olyan mértékű föltárások történtek itt, amiről kiderült, hogy kikről van szó. Hogy egy olyan elveszett papi rétegnek a munkája ez, akikről Krisztus után 70-ben semmit nem tudunk. Azelőtt minden azt olvassuk róluk, hogy különleges életrendjük volt, különleges beosztásuk, napi beosztásuk volt, már hajnalban napfelkelt előtt felkeltek, fehér ruhát öltöttek föl, előtte lemosakodtak, teljesen alámerültek ezekben a medencékben, amiket ott találunk. Egész nap tisztaságra törekedtek, és mintha steril kézbe vették volna ezeket az íróeszközöket és papíruszokat, nagyon nagy műgonddal készítették ezeket a tekercseket, megtanulták a szövegeiket, naponta fölmondták. Különösen három könyv volt nagyon a használatban, az egyik a Tóra, a törvény könyvei, a Zsoltárok és Ézsaiás próféta könyve. Ebből legalább 50 példányt megtaláltak a későbbiek során. Ebből kiderül, hogy ez a szerzetes közösség nagyon erős mesiás váradalomban töltötte napjait. De oly mértékben, és erről is feljegyzések vannak, hogy napfelkelt előtt szépen mindenki megtisztálkodott, fehér ruhát vett, kiállt az udvarra, kelet felé nézett, és várták, hogy mikor emelkedik föl a Jordán hegyek mögül a nap. És amikor először fölemelkedett, és látszott a árnyék, hogy most már teljes nap kiemelkedik, egymás felé fordultak, és megkérdezték, nem ez az a nap, amit az Úr rendelt? Amikor ő vissza fog jönni? A második kérdésig ez volt, hogy nem te vagy a Krisztus? Pontosabban nem te vagy a Mesiás? Ugyanis hitték azt, hogy körükből fogja Isten kiválasztani a Mesiást, aki Izrael várományosaként majd betölti a proféciákat, és a megváltást elvégzi. Mert egy pillanatra be kell állnunk. Ugyanis a Biblia magyarázók nincsen szentírási
pontos kontinuitás a kettő között, de a feltételezés kérdését feltehetjük. Hol volt Keresztelő János gyermeksége után, miután azt olvassuk, hogy a szülei elengedték a pusztába, addig az időpontig, amikor az Új Szövetségben így kezdődik, hogy a pusztából pedig jött ez a furcsa öltözetű, feltűnő egyéniség, nazír fogadalmat tett a szakáll, az öltözete, az étkezése, az arra emlékeztet, hogy egy nagyon fölkészült ember volt, aki megtérésre hívta Izrael fiait. Második kérdés, ez még merészebb. Jézus Krisztus a gyermekségétől eltelt idő, egy időpontot pontosan tudunk, 12 éves korában megjelenik a jeruzsálemi templomba, de azóta nem tudjuk, hogy mi történt. Názáretben, feltételezzük, hogy Názáretben töltötte az életének nagyobb részét, de vannak olyan bibliai tudósok, akik nem zárják ki annak a valóságát sem, hogy valami kapcsolat lehetett az esszénus közösség mesiás váró körével, akik rendkívül aktívan, mivel foglalkoztak Jézus, pontosabban a mesiás visszatérésével, és Ézsaiás könyve. Keresztelő János, bemerítő János alaptextusa az Ézsaiás 40-ből származik, készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényét, mert el fog jönni. Küszöbön áll az a korszak, amikor a mesiás színre lép. És nem sokkal ezután valóban szétnyílik a tömeg, egy fehér ruhás idegen előlép, nem áll meg a Jordán partjánál, hanem egészen begyalogol hozzá, és önkéntelenül szalad ki a száján, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ott a helyszínen egészen más kontextusban jelenik meg az egész evangéliumi történet, hisz a születése, a Biblia születésének a helyszínén vagyunk, és kiderül, hogy Qumran mindössze 8-10 kilométerre van a Jordán deltájától. Attól a ponttól, amit már említettem, hogy Izrael népe is ott vonult be annak idején az ígéret földjére, és oda hívta János is a megtérni szándékozókat, és Isten országának titkait felismerni, az igazságot keresők sokasságát. Jézussal az élen. És pont ez a hely, ahol amilyen titokzatos módon a történelemben, történelmi pontján föltárul, hogy kik voltak ők, de nem tudunk arról, hogy Krisztus után 70-ben mi történt velük. Josephus Flavius, aki a Biblia időszakához nagyon közel élő zsidó történész volt, mintegy 30 évvel volt idősebb Jézusnál, tehát ő 30 körül született, és nagyon sokat köszönhetünk neki, hisz a Biblián kívül ezt a kort nagy részletességgel és nagy hűséggel, tényeket felsorolva is, a Zsidó háború című művében örökítette meg Josephus Flavius, aki nem volt keresztjén. Zsidó volt, az esszínus közösségben eltöltött néhány évet, később, amikor látta, hogy merre áll a megszálló hatalomnak a győzelme, akkor gyorsan átállt a rómaiak oldalára, ők tudták mindig, hogy hova kell állni, és végigköveti a zsidó háború részleteit teljes pontossággal egészen Rómáig, a római bevonulásig, és ebben a könyvben a következőket olvassuk. Ő maga is részt vett ebben, néhány éven keresztül az eszénos körben, mindent ismer. Azt is leírja, hogy nem csak itt Qumranban, hanem az egész országban voltak olyan városok, falvak, akik a hálózatba tartoztak. Már ennek a qumrani eszénos közösségnek a hálózatába tartoztak, és minden városban, faluban voltak olyan, akik komolyan várták a mesiás eljövetelét, és miután, Krisztus után 70-ben szomorú esemény történt, ugyanis Jézus jövendölt a tanítványok kérésére, vagy kérdésére, hogy ó, micsoda ez a templom, fantasztikus, milyen kövek, nézd Jézus. Ahelyett, hogy Jézus ebben a városnézésben elcsodálkozott, és azt mondja, tényleg fantasztikus. Azt mondja, ne haragudjatok, nem sok idő múlva itt kövön nem marad.
Meg is botránkoznak a tanítványok, sőt mások is hallják, és a koncepciós pernek az egyik fontos mondatával válik. Azt mondta, hogy lerombolják ezt a templomot. Persze azt nem idézték, hogy három napból föl is fogja építeni. És ezt hazaárulásnak tartották, éppen ezért végezték ki Jézust. Nem gondolván arra, hogy néhány éven belül valóban, pontosan szó szerint bekövetkezik, mivel elutasítottad a meglátogatásnak az idejét, a békességre vezető utat, pedig megpróbáltam mindent, mint a kotlós a csirkét a szárnya alá gyűjtötte volna, de elutasítottad a meglátogatás idejét. Körülveszik Jeruzsálemet, sáncait az ellenség, lerombolják, megölnek mindenkit. Jó, hogyha időben el tudtok menekülni, már csak ne télen is, ne szombaton lenne, de menekülnötök kell, el kell hagynotok nem csak az országot, nem csak a várost, a fővárost, hanem az országot is, mert Isten végrehajtja az ő ítéletét, mert elutasítottátok a meglátogatásnak az idejét. Josephus Flavius, a zsidó történész, le kellett írnia Krisztus után 70-ben Titus császár, a későbbi császár, hatalmas túlerővel a hadseregnek az élén, körülkeríti Jeruzsálemet, lerombolja a falakat, megöli a teljes lakosságot, sőt az egész országba, megtorló háborút indít, fölgyújtatja a jeruzsálemi templomot, és Josephus Fláviuszot tudjuk azt is, hogy külön parancsot adott Titus, hogy mivel a jeruzsálemi templom nem csak szent helyként szolgált, ebből a könyvből tudjuk meg, hanem kincstárként is működött, tehát a zsidó gazdag kereskedők, mivel a legőrzöttebb terület a templom volt, külön trezorokban őrizték a templom falaiban a kincseiket. Arany, ezüst és egyéb értéktárgyaikat. Ugyanis az akkori törvények szerint, ebből a könyvből tudjuk azt is, hogy a kereskedők félve a kalózoktól, akik elrabolják a kincseket, csak egy papírost kaptak a főrabitól. És ha elutaztak egy másik városba, másik országba, csak be kellett menni a zsinagógába, és föl kellett mutatni a pecsétes papírt, a fedezet megvan, úgyhogy a kereskedéshez szükséges anyagiakat már az új városban is kézbesítették, és akkor leírták a bankszámlájukról, hogy ez át van adva. Most ebből a könyvből derül ki, hogy a templomnak ilyen kettős funkciója is volt. Titus ezt tudta, fölgyújtatja a templomot, a hatalmas izzó falakon csorog a nemesfém, és még a padlózatba is befolyik, és parancsot ad, hogy az utolsó követ is meg kell mozdítani, hogy a kincset kigyerje. Ez az oka annak, hogy a teljes templomot lerombolják, kő kövön nem maradt, és mind a mai napig nincs. Megszűnt az áldozati hely. Bármennyire is szeretnék, Izrael fiai, hogy miért nincs meg, miért nem tudják folytatni az áldozatot, miért nem folyik az Isten tisztelet úgy, mint eddig. Nincs, Isten eltörölte. De hogy különleges módon tette ezt, ítéletes módon tette ezt, akkor senki nem gondolta, csak később, amikor mi új szövetség oldalról nézünk visszafelé, tehát ezzel törölte el Isten az áldozat bemutatásnak azt a formáját, amit addig gyakoroltak. Miért? Mert egyszer és mindenkorra a Golgotán megtörtént lelkünk megváltása, többé nincs szükség áldozati állatoknak a vérére, áldozat bemutatása, mert ez egyszer és mindenkor megtörtént. Milyen kapcsolat van itt az esszénusok között? Amikor a szegény esszénus barátaink megtudták, hogy Jeruzsálemi templom nincs többé, a várost lerombolták, az üldöző katonaság tart dél felé, ugyanis a Qumránon túl van egy másik erőd, Masszada erődnek hívták, ez nagy Herodesnek volt a sasfészke, katonai központ, hatalmi központ, palotái, fürdők, stb. És a hadsereg arra tartott, ehhez pedig, hogy megközelítse,
keresztül kellett menni Qumránon. Amikor megtudták szegény atyánk fiai, hogy el nem kerülhető a hadseregnek a támadása, gyorsan az utolsó korsókig kitelepítették a könyvtárokat a környéknek a barlangjaiba. Hogy majd elvonul a hadsereg, megtörténik a felszabadulás, és utána majd ott folytatják, ahol abba maradt a mindennapi életük. Egyre nem számítottak, hogy az utolsó emberi kivégezték ezeket a szerzeteseket. Nem csak őket, hanem később a Maszala erődbe is, az utolsó zélóta katonát is elpusztult, illetve öngyilkosságot követtek-e, vagy ne az ellenség kezébe kerüljenek. Hírmondó sem maradt. Eltelt 2000 esztendő. Senki nem tudta, hogy milyen kincseket őriznek ezek a holdbéli tájnak tűnő sziklák és barlangok, csak Izrael második megalapítása korunk időszakában, azzal egy időben került elő a titok, a barlangok mélyéből, az Isten szava akkor is él. És változhatatlan. És minden bekövetkezik, amit Isten elmondott. És számomra ez olyan erővel hatott ez a felismerés, a helyszínen való tájékozódás is, ha valaki nem hívő emberként megy oda, és végig látja, hallja, értelmezi, hát el nem tudom képzelni, hogy hitre ébredjen. Hát persze közelebbi tények is vannak, amiket az ember elfogad hitben, de hogy ez mind megerősíti azt, hogy az Isten szava az él. És hányféleképpen próbáltam az ember letagadni, semmisíteni, mégis él. Itt az a Maszad erőd, amit az előbb elmondtam, Herodes nyári palotája, és hát ma is, amit ott felfedeztek a régészek, az páratlan. Tehát olyan pompa, hogy minden márványban van burkolva, medencéktől kezdve, az élelmiszerraktáron át, a palota minden részlete, ami megmaradt, bevehetetlen volt ez a palota. És joggal hihette nagy Herodes, halála után a fiai, a negyedes fejedelmek, hogy ez biztos védelmet fog adni számukra minden ellenséges erővel szemben. Ők sem számították úgy a dolgokat, hogy mégsem így történik, ugyanis a római hadsereg 4 éven keresztül ostrobolta. 4 éven keresztül, és ezt is úgy tudták csak megoldani, hogy olyan rámpát építettek hosszú 4 éven keresztül zsidó rabszolgákból, míg aztán az utolsó szakaszhoz érkezve annyira megrémült, körülbelül 1000 ember védte ezt a platót itt fönt a palotának a felső részét, hogy elhatározták, hogy inkább önkezükkel vetnek véget, mint hogy az ellenség kezébe kerüljenek. Úgyhogy ma az izraeli katonák, amikor fogadalmat tesznek, akkor a fogadalmi szövegben utolsó mondat ez szerepel, soha többé Maszada. Soha többé ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy ilyen szörnyűséget kelljen elvégezni az utolsó itt lakónak, hogy szégyen szemre feladjuk az országunkat, a városainkat, megdöbbentő színhely. Most átmegyünk Jordániába. Megteszik? Jönnek velem? A Jordán túlsó oldala különleges vidék. Hallottak már Petráról? Petra. Valamikor egy nagy hatalmi központ volt Izraellel szemben, szomszédos állam, a mai Jordánia területén egy hatalmas birodalom. Egy olyan szikla vájatban építették ki a fővárosokat, ami ma is megcsodálható. Ezek az épületek, amik bele vannak vésve, és a kősziklából ki van formálva, ezek mind síremlékek. Tehát nem paloták, hanem síremlékek, de végig. Bár az is mutatja, hogy a síremlék, ha ilyen gazdag, akkor milyen lehetett az életük. Ami nem is ez az érdekes, hanem az, hogy ezt az utat Mózes útjának hívják az ott lakók. Ugyanis Mózes az egyetlen utat találta meg a Jordán túlsó oldalán, ahol végig lehetett gyalog jönni, és az a Pizga, ugye, ahol Mózes eltűnt. Igen. Látjuk ott fönt, ahol utoljára látták Mózest. Ezen az úton vonult végig a hagyomány szerint az ottani
leírások szerint, hisz emberileg megközelíthetett a többi terület, ahol végigmehetett volna Izrael népe. Későbbi kultúrákban is kiépült római időkben, sőt azt követően a görög, pontosabban az azt követő kultúrák is mindig fontos területeknek tekintették. De hogy az ember úgy érezte, hogy Mózes lába nyomába halad, és Isten népével vonul, mert az út végén, ha fölmegyünk erre a hegyre, mint egy hatalmas térkép tárul elénk az ígéret földje. Az volt az a terület, amit még megengedett Isten Mózesnek, pedig szelíd ember volt, és mégis sem ő, sem kortársai nem léphettek be az ígéret földjére az engedetlenségük miatt. Isten azt mondta, hogy az engedetlenség egyetlen egy sem. Vagy csak a második generáció, vagy a harmadik generáció léphet be az ígéret földjére. Mózes csak annak a hegynek a csúcsáról tekinthetett le a térképszerű tájra, láthatta, hogy valóban Isten nekünk adta, de csak távolról szemlélte. Utódai József, Józsi vezette be a népet. Itt egyébként a vízfakasztásnak a történetét jegyzik föl, valamelyik sziklára itt csapott rá Mózes, és csodával határos módon ez a szikla pedig kicsoda volt. Később a szimbólumrendszerben ez a kőszikla pedig a Krisztus volt, ami új szövetségi értelmezésünkben. A holtengert látjuk, és ennek az az érdekessége, hogy nem süllyed az ember el. Voltak már olyan vízben, hogy nem süllyedtek el? A holtenger ez ilyen. Mintegy 40%-a a tenger vize só, tehát oldott sóból áll. Az ember belemegy, olyan, mint egy ilyen olajos, nehéz vízbe lépne be. És tényleg így van, ahogy az újságban is látjuk, meg a irodásokban látjuk, hogy akár könyvet lehet olvasni, az ember hátra fekszik a vizen, és könyvet vagy éppen újságot lehet olvasni. És nem messze ide látjuk azokat a kősó vagy sóbálványokat, amik a víz különös mozgása nyomán alakultak ki, és amit Lótnak a felesége is, nem tudom melyik lehet, a sóbálványok közül, ahol azt mondta Isten, hogy ne nézz hátra, csak előre. Ha hátra nézel, akkor sóbálványá változol. És itt van nem messze az a terület, amit a régészek azt mondják, hogyha megközelíthető volna ez a terület, de hát nem lehet se búvárruhába, semmibe kutatást végezni. A tenger felszíne alatt, vagy a sórétegek alatt a két említett város, Sodoma és Gomorának a romjai, amiből nagyon érdekes, az utóbbi időben olyan épületmaradványokat emeltek ki, ami megerősíti ezt a feltételezést, hogy a földrengés és a különleges tűz, ami ott fölcsapott, olvasok az ítéletnek a napjáról, egyszer elsüllyedt, és az emberi szem számára láthatatlanná váltak ezek a bűnös városok. Jeruzsálem. Hát ezt nem lehet kihagyni. Jeruzsálemet. Egy olyan oldalról látjuk a várost, ami délről nézünk rá a városra. Középpontjában, ami a szemet hívja, ez az aranykupolás templom, ami természetesen nem az eredeti templom, nem a Salamonféle templom, vagy az újjáépített herodesi templom, az eltűnt. Tehát gyakorlatilag nyomát sem találjuk. Illetve egyetlen falszakasz van, az sem bizonyított teljes mértékben, csak feltételezhető. Az úgynevezett nyugati fal, ami ma a Sirató falként vonult be a köztudatban, ami a templomot záró templom fal, a hátsó falának az alját jelenti, amit a földből ástak ki. Ez a terület egyébként is maga a templom tér is szent hely három vallás számára is. Legelőször Ábrahám kapta ugyanis azt a felhatalmazást Istentől, hogy jöjjön arra a földre, amit ő jelölt ki az ő, illetve megszámolhatatlan utódai számára. Ábrahámot látjuk Izsák fiával balról, és azt is tudjuk, hogy ő a Mória hegyén különleges istentiszteletre, áldozatra készült. Ez most pont a templom térnek a közepét jelenti. És mivel Istent kereste, Isten szavára indult el,
az ő Istene mindent, minden értéket felül haladt. És bár fájó szívvel, hisz ígéretként kapta Istentől az ő fiát és utódait, hát ezt a kérést kapta Istentől, hogy akit szeretsz, vagy amit szeretsz, képes vagy-e oda tenni az oltára. Számunkra természetesen, hisz el nem két tudjuk képzelni, hogy mi magunk ezt megtettük volna, de Ábrahám, amikor ezt a kihívást megértette, számára a minden volt az ő gyermeke. Viszont azért nem szabad elfelejtenünk, hogy Ábrahám idejében a pogány vallások, a természeti vallásoknál alapvető dolog volt, hogy az elsőszülött fiút azt föl kellett áldozni az isteneiknek. Hát Molok, mint ilyen, később kísértésként is visszatér Izrael népek körébe, és pont a templomtérhez közel a Molok, a Gehenna közelében épül ki, ami egy óriási szobor, egy hatalmas szájjal, aminek az alján tűz éget, és akik igazán imádták Molokot, azok azzal bizonyították, hogy az elsőszülött fiúkat a száján bedobták ebbe a kemencébe. Tehát Ábrahám, amikor ezt a kihívást hallja, hát az én Istenem is olyan. Ő készere, de még igazából Isten keresésének egy olyan fokán van, ha mások a maguk Istenért képesek erre az áldozatra, hát akkor nekem is kell gondolni a magában. És már egészen odáig jut, hogy képes volna megtenni, mikor Isten elfogja a kezét, és azt mondja, Ábrahám, köszönöm szépen, ember áldozatot tőled nem kérek. És helyettesítő áldozatként a kos lesz az oltára téve, örök mementóként, hogy Isten egyszer és mindenkorra ezt az áldozatot ilyen módon embertől nem kéri. Érdekes, hogy pont azon a helyen Isten fia, Jézus Krisztus mégis vállalja értünk való áldozatát. Egyfajta kapcsolatot látunk a kettő között. És még egy. Ábrahám kivel találkozott, aki felvilágosította őt az igaz Istenről? Egy titokzatos főpappal találkozik, akinek a neve Melkisédek. Melkisédek rendje szerint való főpap, egy titokzatos szeméről van szó, aki először az egy Istenről ad kijelentést ott a Mória hegyén, Ábrahám számára minden időkre a leghatalmasabb kijelentést, hogy nincs más Isten, csak egy. Nem istenek vannak, nem más vallások vannak, hanem egy. Most ez az ismeretlen Istenről szóló Melkisédek kijelentés végigvonul az egész Ó és Új Szövetségen, a zsidókhoz írt levélben még erőteljesebben előjön, hogy ki volt ez a Melkisédek szerint való főpap, kiben testesült meg az idők végén, Jézus Krisztusban. Éppen ezért az ábrahámi felismerés, kedves testvérünk, nem azért megy el, mert unalmas, mondta nekem, hanem neki programja van, úgyhogy nem kell követni a példáját, ebben legalábbis. Tehát, hogy mennyire fontos hely volt, és milyen fontos kijelentés, ez Jézus történetében még világosabbá vált, hogy a felvilágosító munkának Jézus volt a csúcsa, a kijelentésnek, alacsonyabb fokozatától egészen Jézusig jöve, ő mutatta be, hogy ki az Isten. Hogy nem egy despota Istenről van szó, nem egy bosszúálló Istenről van szó, hanem a szeretet atyáról van szó, aki magához öleli a világot, szereti ezt a világot, és fiában megjelent, sőt a legnagyobb áldozatot hozta, nem nekünk kell hozni, ő hozta bizonyítékként, hogy szeret bennünket, és jövőt készített számunkra. Jobbról látjuk a másik képet, ugyanazon a helyen épült föl a Salamoni templom először, aztán később a Zorobábel féle Jósua által is megemlített templom, és a Heródes, nagy Heródes által 40 éven át restaurált templom is. A nagy világtérképekkel látjuk mindazt, amit eddig is hallhattunk, hogy útban volt mindig Izrael, a múltban is, ma is.
nagy hatalmaknak az ütköző zónája volt. Itt mindig hatalmas harcok voltak, hatalmas ütközetek voltak, és az idők végén mit olvasunk? Ugyancsak itt lesz, amikor észak-kelet, dél-nyugat hatalmaknak a vezérei összemérik az erejüket, és hát nem vigasztaló, de az úgynevezett Armageddon, vagy Harmageddon, Jezreel síkságának az északi pereme, ahol folyamatosan a nagy ütközeteknek a helyszíne volt, ismét az időknek végén egy ilyen nemzetközi hatalmas összecsapásnak a helyszíne lesz. Az érdekes, hogy ha az ember erre a helyre eljött, a Jezreel síkságnak a felső részére, az Izrael jelenlegi haderejének, ugye a repülőgépeket tekintve, a harcászati eszközeit tekintve, és minden, ami a védelem szempontjából fontos, ezen a helyen van föld alatt, föld felett, koncentráltan. A mai időkben is. És hát most a szír esetet látva, meg a nagyhatalmaknak az ilyen-olyan politikáját látva, hát nagyon félelmetes korszakok következnek, ha mindaz úgy megvalósul, ahogy ezt a Biblia írja. Ismerős megint a Bibliánknak az utolsó lapjain, otthon kérem, hogy tanulmányozzuk át, hisz Biblia órán is vagyunk, vagy Biblia iskolában is vagyunk, pontosabban is közelről, akár a föld Mezopotámia, a folyóközi kultúra, látjuk ezt a zöld területet, ahol a legidősebb kultúremlékeink vannak, és ahol Babilon, vagy Asszíria, vagy később Szíria, vagy a perzsák és egyéb hatalmi területeik voltak. A másik Egyiptom. Tehát az Egyiptom és Mezopotámia kultúrája folyamatos ütközetben volt. Ez már csak egy harmadik kell az európai. És hát most nagyon abba az irányba sodródunk, hogy most mi lesz Észak királya, dél, nyugat, kelet királya valamiféle erőpróbára készül. Reméljük, hogy nem most, hanem majd utánunk. Legalábbis mindig ezt reméljük, hogy valahogy majd utánunk. Azt az útvonalat látjuk, hogy a Mózes vezetésével hogyan Gósen területéről, tehát az északi területekről, milyen útvonalon indult el Isten népe a sínai félszigeten, a sínai hegy irányába. Sokkal közelebbi úton is lehetett volna, talán 2-3 hét alatt ez a tömeg is átért volna Gósen földjéről az ígéret földjére. Mégis 40 évig tartott a menetelés. Eközben persze törvényt kaptak, sok próbán mentek keresztül, sok csodán is, mert hisz nappal tűzoszlop, éjszaka, pontosan fordítva felhőoszlop, éjszaka tűzoszlop vezette őket, de az engedetlen nép a pusztában maradt. És csak a második, harmadik generáció 40 év után közelíthette meg az ígéret földjét, és foglalták el a Izrael területét. Egy makettet készítettek most Jeruzsálemben, egy nagyon, nagyon élethű makett mutatja a Jézus korabeli jeruzsálemi templomot, körülbelül így nézett ki. Itt innen látjuk azt a kaput, ami a ékes kapu nevet kapta, és Jézus, amikor a hozsonnázó tömeg élén megközelítette a templomot, ezen vonultak föl, egészen szembe látjuk ott a templomot, hátul a magasabb épület a szentély, a szentek szentje, itt előtte a szentély, illetve az oszlopcsarnokos, ez a rész a Salamon tornáca, ahol a népek, tehát más népek is feljöhettek, de a következő fokozatokra bár csak a zsidók, illetve a főpapok léphettek, és Jézus maga a tanításait, amit Jeruzsálemben mondott el, az oszlopcsarnokos szabadtéri területen, hol az egyik, hol másik sarkában mondta el, vagy gyógyított, amikor erről volt szó, egy gyönyörű város lehetett Jézus korában, és hát a pusztítás is, ami aztán, ha az előbb hallott módon is megtörtént, hát óriás fájdalom volt Izrael fiai számára. Egyébként ma is az a reménységük, és ehhez minden kelléket elkészítettek már, az új templomnak összes kövét, összes berendezését, a papok összes ruháját, sőt már
nemzetségek szerint föl is állították a papoknak a listáját és a származásának a helyét. Ők úgy remélik, hogy nem sokára itt lesz az idő, amikor a harmadik templomot is felépíthetik. Hogy sikerül-e vagy nem, ez már nem az Új Szövetség népének, úgy gondolom, a gondja vagy gondolata, még hogyha a Szentírás erre nézve bizonyos ígéreteket is ad, mert akár meg is történhet. De azt mondja a Biblia, hogy ez a később felépítendő templom már az Antikrisztusnak lesz a színhelye. Ami, mert egyszer és mindenkorra az az áldozat, az az istentiszteleti előírások, amik az Ószövetségre voltak jellemzőek, már fölöslegessé vált, legalábbis Jézus Krisztus által, és a Jézus Krisztus áldozata révén. De mindesetre olvasunk ilyen információkat, és olvasunk ilyen reménységeket, amik egyrészt izgalommal töltenek el bennünket, meg csatlakozunk is időnként ehhez, de hogy ez pontosan hogyan történik, milyen módon, mikor fog történni, erre nem kapunk igazából forgatókönyvet és belátás sem. Azt viszont tudjuk, hogy a legújabb kutatások szerint ez a bizonyos templom, amit itt látunk, egyébként beférne, és ha megengednék ott a palasztin-jordániai fennhatóságnak az emberei, hogy kutatásokat végezzenek, tehát hogy föl lehessen tárni a templomtérnek a területét, akkor megtalálható volna a jeruzsálemi eredeti templomnak a falai, alapjai is, mert ez a mostani alaksza, azaz a sziklatemplom, és egyébként a déli oldalán található épület csoport között található, vagy lenne található, de hogy ezt engedi-e Isten, vagy nem, mikor engedi, vagy egyáltalán nincs az ő tervében ilyen módon fizikai templomot építeni, ezt majd meglátjuk. Vagy innen, vagy odát. Elmondtam az előbb ezeket az információkat, ott látjuk a mögöttünk a sirató falat, ami közvetlenül a templom teret zárja le, és Izrael népének jelenleg a legszentebb helye, ahova imádkozni, sírni jár a régmúlt bűneiért, és abban a reménységben, hogy Isten megkönyörül újból ezen a népen, és helyre állítja őket. Ami jogos váradalom, ebben csatlakozunk hozzájuk, hogy a zsidókhoz, pontosabban a rómaiakhoz írt levél 14. részében olvasok egy titokzatos kinyilatkoztatási mondatokat, amikor azt mondja Pál apostol, hogy vigyázzatok a zsidósággal kapcsolatban, Isten nem írta le végleg őket. Két olyan mondatot olvasunk itt, hogy majd miután betelik a pogányoknak az ideje, és betelik a pogányoknak a száma. Két titokzatos mondat. A száma és az ideje a zsidósággal Istennek még komoly tervei vannak. Én nem vagyok származás szerint a zsidóság része, ugyanakkor mégis figyelem, mert mint hallottuk, Isten jelként helyezte ebbe a világba őket, amik velük történtek, bármelyik nemzet fiaival történtek volna, már régen eltűntek volna a történelem színpadáról. Ők mégis csodálatos módon, mi mindig itt vannak. Sőt, nem is akármiképpen vannak itt. Jellé tette őket Isten, ezért óvatosan, ugyanakkor nagy figyelemmel, Isten szent lelkére való ráfigyeléssel kell kerestünk, látnunk, fölismerni a jeleket, amiket ma is Isten világossá tesz az őt követők számára, úgy zsidók, mint görögök, úgy barbárok, most nem tudom, hova tartozom, vagy intelligens népek közé soroljuk magunkat, de a sorrendet ne felejtsük. Pál mindig azt mondja, először zsidóknak, utána görögöknek, utána barbároknak, utána okosaknak, stb. Stb. De hogy jellé vált ez a nép, ez a föld, ezt ne felejtse senki. A jeruzsálemi templomot látjuk, illetve Jézus az olajfák hegyén néz a városra,
hol sírva, hol reménységgel, hol azzal a vágyal, hogy megtisztítsa a várost, és nem csak a templomot, hanem a szíveket is. Ott vannak az olajfák, a 2000 éves gyökerű olajfák, ahol gyötrődött, ahol vért verejtékezve imádkozott, megváltásunkért, és hogy ezt végig tudja vinni. És ott van a koncepciós per pillanata Munkácsi festményén, ími az ember, akit elítéltek, kiközösítettek, fölöslegesnek tartottak, akkor de mégis Isten őt választotta ki szegletkőként, és az épületünk lelképünk alapjaként. Ott van a századosnak a megnyilatkozása, hogy valóban Isten fia volt, mert ő küldte, és őt adta megváltásunkért. És itt van a sírja, Jézusnak az a sírja, ami üres. Az ember eljut ide erre a helyre, a Golgota hegy mellett van ez az üres sír, ahol a meglepő felirat így fogadja az éppen odaérkezőt. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, mert feltámadt. Ez az örömhírre jön az ember onnan vissza, hogy bár Jézust kereste, de hűlt helyét találta. Mert ő nem a holtak között van, hanem az élők között van, aki nem csak a múltnak az Istene, hanem a jelent is formája, és a jövőt is. És itt van a mi feladatunk, azoknak a tanúknak a feladata, akik saját életükben is fölismerték a feltámadásnak az erejét, és a Szentlélek teljességének az erőforrásait. Ez a terem ma is látogatható Jeruzsálem centrumában, a középpontjában. Az a hely, ahol 120 fős sokaság imádkozott együtt egy héten át, vagy 10 napon keresztül, és valósággá vált az ígéret, erőt nyertek, miután a Szentlélek eljöre átok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig, még Pécelen is. És innen tovább szomszédaink és ismerőseink körébe. Ugye itt a egymást követő koncentrikus körök, ahogy pünkös alkalmából, vagy pünkös idején kizendült az evangélium, és eljutott az akkori világ szinte minden fontos pontjára. Ma is benne vagyunk a megváltás üzenetének továbbadásában. És itt a végső kép, kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Ez a Zsoltár vers, a 122. Zsoltár 6. verse. Kicsit távolban a keleti nap, ahogy fölemelkedik, reményteljes sugarával bevilágítja ezt a helyet, ezt a teret, és hogy személyesen földi világunk idején lesz-e lehetőség ide eljutni, nem tudom. Aki megteheti, bátorítom, hogy ne féljen. Az ősszel is indul majd egy olyan alkalom, amikor együtt is mehetünk, az Úr megsegít, és ő is úgy akarja. De ez a parancs szó, a misszió parancsa, az most is érvényben van, nem vonta vissza Jézus. Ugyanis ő azt mondta, nekem adatott minden hatalom. Menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelvén, pontosabban, bemerítvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítsátok őket, hogy az én parancsolataimat megtartsák. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Amen. Amen. Tehát, ha valaki szeretne jönni, az ezek az időpontok közül választhat. Ha még pontosabb értesüléseket szeretne, akkor keresse meg a Google-be éjfélkijártás.hu honlapot, ott minden kérdésre választ kap, ha erre bármelyik utazásra szeretne csatlakozni. Köszönöm szépen a türelmet, köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon boldog voltam, mert láttam a kontaktust, hogy talán mindaz, amit hallottunk, hogy közösen tudtunk lélekben, virtuálisan utazni, és azokat az információkat elevenítenem, amiket lehet, hogy tudtunk már, meg hallottunk, de hát ha fölcsigázta az érdeklődésünket, hogy folytassuk tovább. Otthoni csendességben, a Bibliaiskolában, netán a teológián, oda is hívok bárkit.